Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, és folytatjuk is rögtön az Izrael elleni iráni támadásnak az elemzését, értékelését szakértő vendégeinkkel. Itt van velünk Robert C. Castell Izraelből. Szervusz Robert, köszönjük, hogy ilyen gyorsan rendelkezésünkre álltál. Sziasztok, nagyon szívesen. Örülök, hogy itthon vagyok, és nem kell mindenféle borzalmasan ordas hátterekből bejelentkezni. Reméljük, hogy a közeljövőben sem lesz erre szükség. Az lenne a kérdésem elsősorban, hogy Izraelben vagy. Egyrészt, hogy te meg ti hogyan éltétek meg ezt személyesen? Készültetek erre a támadásra? Várható volt az a támadás? Mit érzékeltél ebből a támadásból? Meg hogy milyen a hangulat? Kezdjük talán innen egy ilyen személyes részről. Itt azt hiszem, hogy senki nem kerítette ennek túl nagy feneket ennek a támadásnak. Tehát láttuk azt, hogy kijött egy értesítés, hogy valószínűleg ma éjszaka várható ez a támadás, és hogy másnap nem lesz az oktatási intézmények szünetelni fognak. Tehát itt most a húsvéti szabadság van, és vannak ilyenkor ilyen napközik, meg nyári táborok, és akkor mindent lesztornozott ez a dolog, és akkor nagyjából ennyi. Tehát tudtuk körülbelül, hogy ma fog bekövetkezni. Utána bejött egy olyan hír, hogy már elindultak a rakéták, elindultak a drónok, és ezek olyan 6 és 9 óra közötti időbe telik, még ideérnek Izraelbe, ez volt a hír akkor, és utána bejött egy olyan hír, hogy most már a cirkáló robot repülőgépek is útba vannak, ami talán 2 óra, és utána jött egy olyan hír, hogy a balisztikus rakétákat is kilőtték, ami pár perc, és akkor oké, minden rendben van. Néztünk, mint a hal a szatyorba, de számolni kell avval, hogy már eleve egy háborús helyzetből indult el az egész. Tehát nem egy teljesen békeállapotból rázzák fel az embert, az álmából derülték ből a gumibot, hanem eleve volt egy háborús feszültség. Tehát most nem mindegy, hogy honnan jön az a légieszköz, Gázából vagy Iránból, tehát teljesen mellékes. Legfeljebb interurbán kell fizessenek érte a perzsák, hogyha onnan küldik. Na, ezt akartam pont kérdezni, van-e jelentősége annak, hogy ez a rakéta honnan érkezik, hiszen ugye azért az elemzők többsége, szakértők többsége arra számított, hogy nem Irán fog indítani egy frontális támadást Izrael ellen, hanem valamilyen terrorszervezeten keresztül, akár a Hezbollán keresztül, akár más kisebb csoportokon keresztül indít egy támadást, tehát hogy nem áll egyértelműen szembe Izraellel. Azért ez mégiscsak egy szintlépés, egy eszkalációs lépcső vagy fél lépcsőfok. Én azt hiszem, hogy ez sokkal több annál. Tehát én ezt először is teljesen egyetértek, én is úgy gondoltam, mint a legtöbb szakértő, hogy amit látni fogunk, az egy ilyen jelképes válasz lesz tulajdonképpen. Valamelyik a proxik részéről valószínűleg nem Izrael területét fogja érni, hanem inkább egy külföldi célpontot. Tehát valami olyan jel, amivel az irániak azt jelezték volna, hogy nem áll szándékukban eszkalálni ezt a dolgot. Most amit látunk, az nem egy eszkaláció volt, hanem azt jelenti, hogy Irán háborút üzent Izraelnek. Kinetikus diplomáciával. Tehát nagyon fontos a helyzet meghatározás. Van egy helyzet értékelés, és van a helyzet meghatározás. A helyzet meghatározás azt mondja, hogy Irán hadba lépett Izrael ellen. Egy háborúban állunk Iránnal, és ezt ki kell mondani. Nem eszkaláció, és nem mindenféle mesék, nem, ez egy teljesen más, minőségileg egy teljesen más állapot. Tehát, hogyha eddig Irán a különböző proxiain keresztül viselte ezt a háborút Izrael, most egyenesen hadban állunk Iránnal. Tehát ez, amit el kell mondani. Ez azt jelenti, hogy ha Izrael háborúban áll Iránnal, akkor ez itt nem ért véget ez a történet, mert hogy vannak, akik azt gondolják, hogy Izrael indított egy támadást Szíriában, ugye lebombázta az iráni nagykövetséget, most erre érkezett egy támadás az irániak részéről, egy ilyen válaszcsapás, és akkor most vittek a felek, mindenki odalőtt, és akkor mindenki hátradőlhet elégedetten. De abból, amit mondasz, nem ez következik. Nem, hát nyilvánvaló, hát ez a közel-kelet, itt nem így mennek a dolgok. Tehát itt ez sokkal-sokkal bonyolultabb dolog. Nem csak, hogy nem lehet most lesztornozni ezt az egészet, hanem ez az iráni támadás, ez teljesen összekeverte a kártyákat. Tehát gyakorlatilag egy teljesen ismeretlen területen vagyunk, úgy geopolitikailag, mint katonailag, mint diplomáciailag, soha nem voltunk még ebben a helyzetben, hogy nyílt háborúban álljon Izrael Iránnal, és ez gyökeresen megváltoztatja az összes diplomáciai és katonai kalkulust is Gázával kapcsolatban, Libanonnal kapcsolatban, tehát ez egy iszonyatosan megkeverte a lapokat, és itt rengeteg olyan dolgot látunk, amik ellent mondanak egymásnak. Tehát egyrészt, hogyha megvizsgáljuk a katonai kinetikus dimenziót, akkor azt látjuk, hogy Irán egy óriási kudarcot vallott, és ez egy óriási győzelem Izraelnek és azoknak, akik Irán ellen vannak. Tehát miért? Azért, mert Irán kilőtt 320 vagy valami ilyesmi légieszköz. Tehát körülbelül amit Oroszország hozzávág Ukrajnához egy tél alatt, grosszó módon azt Irán hozzávágta Izraelhez néhány óra alatt, és mi lett belőle? Nem lett belőle semmi.
összedőlt egy fáskamrai repülőtéren, és megsebesült egy beduin kislány. Ennyi. Ennyi az egész. Tehát kinetikusan ez egy óriási, óriási kudarc, és egy óriási siker az izraeli légvédelemnek. Ez a katonai szinten. Ugyanakkor az elrettentés szintjén azt látjuk, hogy nem létezik elrettentés. Tehát Izraelnek az elrettentése összeomlott teljesen, az Egyesült Államok elrettentése összeomlott teljesen. Hogyha Irán egy ilyen lépést mer meglépni, nem egy jelképes gesztust tesz, hanem egyszerűen megtámadja Amerika legközelebbi szövetségesét itt a közel-keleten. Ez olyan, mintha Irán megtámadta volna Szaúd-Arábiát, vagy Egyiptomot, vagy valami ilyesmi. Tehát teljesen, mint Oroszország megtámadta volna, tudom én, Németországot. Tehát meg kell érteni, hogy ez nem Ukrajna megtámadása, nem egy semleges ország. Egy közeli amerikai szövetséges támadott meg Irán, óhaj panasz hozzászólás nélkül. Ebből én arra következtetek, hogy az elrettentésünk az teljesen a padlón van, vagy pedig az irániak úgy érezték, hogy ők vannak a hátukkal a falnak, hogy már semmilyen más választásuk nincs. Tehát ez, ami az elrettentés részét illeti. Ami az információs hadszínteret illeti, én azt hiszem, hogy Irán hatalmas erőfeszítést tett, hogy Izraelt delegitimizálja és elszigetelje a nemzetközi közösségben, meg itt a régióban is. És akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy francia, brit és jordán repülőgépek lövik le ezeket a drónokat az izraeli határ előtt, még Irak, Szíria és Jordánia fölött. Tehát arab pilóták harcolnak Izraelért. Valószínűleg majd ki fognak derülni dolgok az emírségeknek a bedolgozásáról, meg azt, hogy a szaudiak mit csináltak Gebinbe ebbe a dologba, tehát ezek a dolgok majd ki fognak derülni. És akkor azt látjuk, és ez itt az utolsó gondolat, hogy az, amit Irán megpróbált megakadályozni, egy amerikai, arab-izraeli koalíció kialakulását, és ami a Biden adminisztrációnak lett volna a végső célja, tehát ezeken az áttételeken keresztül, túszcsere, gázas, a többit Irán megvalósította néhány óra alatt. Tehát ez egy óriási stratégiai vakság Irán részéről, hogy pont amit meg akartak akadályozni ebben az október 7-i támadással, ezt valósították meg az április 14-i támadással. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok. Izrael vissza fog csapni véleményed szerint? Ez nagyon érdekes kérdés, mert itt két ellentétes vektor van. Tehát az egyik az, hogy Iránnal szembe és a régióban nincs semmi rektet, hogyha nem vágsz vissza. Tehát az egyik dolog. A másik dolog az, hogy Izrael most föltöltötte ezt a legitimitás tartályait, vagy azt, hogy a szövetségi rendszert, azt a koalíciót, ami gyakorlatilag elveszett, kihátráltak mögül, az most újra megtelt. És most akkor a kérdés az, hogy el akarjuk-e fecsérelni ki akarjuk üríteni ezt az akkumulátort újra semmiért, azért, hogy Iránban földöntsünk néhány házat, vagy pedig ezt inkább kihasználjuk arra, hogy a gázai háborút lezárjuk. Tehát én nem tartok kizártnak egy ilyen Teherán-Trafahér ügyletet az amerikaiakkal, egyáltalán nem tartom kizártnak, és én azt hiszem, hogy Izrael, ami az elrettentését illeti, tökéletes választ tud adni Iránnak avval, hogy a 320 rakéta helyett kilő egyet, amelyiket aztán egész Teheránból látnak, mikor egy ilyen vastag, fekete füstoszlop emelkedik föl Teherán közepén, vagy az emlékmű ott, az a forradalmi emlékmű Iránban hirtelen fejre áll, egyetlen egy rakéta, nem 320 és nem ez az egész nagy ricsaj, egyetlen egy rakétával, azt hiszem ebből mindenki megérti a több kettőnél. Tehát én Izrael helyében valami ilyesmit csinálnék, hogy valamilyen jelképes támadást, ami nem eszkalálja tovább a helyzetet, és utána oda mennék az amerikaiakhoz, és azt mondanám, hogy ezt a teheráni valutát most be akarom váltani gázai árura. És akkor hagyjatok minket, hogy befejezzük ezt a dolgot Gázában. Különösen, hogy ez itt az utolsó gondolat, hogy a Hamász végleges választ adott, hogy nem akarnak semmilyen túlcserét. Hát így a dolgok összekapcsolódnak, és akkor további kérdések is vannak a libanoni fronttal kapcsolatban, arra, hogy fog ez hatni, és így tovább. Tehát akkor ez Izraelnek egy arcvesztés, Amerikának egy arcvesztés, mégis Izrael kapott egy kártyát, egy jó kártyát az Egyesült Államokkal való kártyapartiban, hogyha jól foglalom össze. Nem, én azt hiszem, ez egy óriási siker Izraelnek, viszont annak az aggasztó jele, hogy a siker előtt az elrettentésünk a padlón volt, nem csak a miénk, hanem az Egyesült Államoké is. Tehát utána következett egy óriási katonai siker, hogy ebből diplomáciailag, politikailag mit tudunk kihozni, azt még nem tudom, az egy érdekes kérdés. Az egy érdekes kérdés. De még egy gondolat, István, ha megengedett, de tisztában kell lenni avval, hogy milyen nagyságrendű dologról van szó. 2019-ben az irániak megtámadták 17 drónnal és 4 cirkáló robotrepülőgépre az Aramco létesítményeket Szaúd-Arábiában. Semmit nem sikerült lelőni, Szaúd-Arábiának az egész kőolajtermelése 50%-a elveszett, ha elég hosszú időre. Látjuk Ukrajnában, mit tesznek ezek az eszközök. Itt pedig 300-valahány eszköz, semmi. Megelőző héten
olyan információk láttak napvilágot, hogyha Irán támadást indít Izrael ellen, akkor Izrael válaszképpen erre a támadásra majd úgy fog reagálni, hogy vagy lebombázza az iráni atomlétesítményeket, és az iráni atomprogramot visszarepíti időben, vagy a nulladik nulla ponthoz, vagy, és ez a hétvégén jelent meg a Euronews-on ez a fejtegetés, hogy Izrael rendelkezik egy úgynevezett elektromágneses bombával, ami a 19. században tudná visszaküldeni Iránt, mert Iránnak a jelentős részén akár az egész területén kisütni az elektromos eszközöket, gyakorlatilag ezzel mindenfajta kommunikációt és mindenfajta gazdasági, meg egyéb működést lehetetlenné téve. Ezek valós válaszcsapási alternatívák, vagy inkább egyfajta fenyegetés, egy finom fenyegetés volt, hogy ne próbálja meg Irán támadást indítani, mert ők húzhatják a rossz végét. Hát, hogyha ez egy finom fenyegetés, akkor nem tudom, mi a nem finom fenyegetés, de mondjuk ezt tegyük félre. Ami az iráni nukleáris létesítmények elleni támadást illeti, én azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha ez bekövetkezne, nagyon szeretném, hogyha ez bekövetkezne, nem vagyok benne biztos, hogy per pillanat, egy per pillanat ez a legbölcsebb döntés lenne, nem tudom, lehet. Nem tudom, hogy politikailag lehetséges-e, ami az Egyesült Államokat illeti. Az Egyesült Államok a maga részéről azt közölte Izrael, hogy ők nem érdekeltek abban, hogy beleszálljanak egy ilyen kalandba Irán ellen, ugyanakkor nem mondták azt, hogy Izrael ne támadja meg Irán. Tehát az amerikaiak, mikor azt akarják, hogy Izrael ne csináljon valamit, ezt igen, közérthetően ki tudják mondani, azt hiszem ez elég világos, tehát nem hagytak sok kétséget, és most ezeket a dolgokat nem hallottuk ezeket a dolgokat, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egyetlen dolog, amit az amerikaiak kértek, az, hogy minden válaszlépés egyeztetve legyen velük, vagy legalábbis a nagyságrendje. Tehát ez, ami a nukleáris létesítményeket illeti Iránban. Szerintem egy sokkal jobb világ lenne, hogyha azokat most visszabombáznánk néhány évvel, de nem tudom, hogy mi a kalkulus. Ami ezt az elektromágneses pulzust illeti, én ezt igen valószínűtlennek tartom. Tehát ahhoz, hogy egy egész ország területe fölött egy ilyen hatást el lehessen érni, ahhoz egy atomfegyvert kell bevetni, tehát egy atomrobbanásnak az energiája kell ahhoz, hogy egy ilyen hatást érjünk el. Én nem hiszem, hogy ebben a helyzetben erre Izrael ilyesmiket fontolgatna. Teljesen valószínűtlenek tartom. Én azt hiszem, hogy amit látni fogunk, az valamilyen igen pimasz és igen látványos jelzésértékű támadás. Én nem hiszem, hogy Izrael most bele akarna szállni egy ilyen pingpongba Iránnal, ami elhúzódik hosszú ideig. Nem kizárt. Izraelnek főleg az a célja, hogy bebizonyítsa az iráni lakosság előtt, hogy mennyire gyenge ez a rendszer tulajdonképpen. Tehát látták ezt a sikertelen támadást, ami abszolút sikertelen. Tehát ezt lehet propagandával, szét lehet dumálni egy ideig, de előbb-utóbb ez kijön Iránban is. És ezt olvassa, ezt a brosúrát elolvassa a Hizbala is, és elolvassa a Hamas is, a Huszik is, és azt hiszem, hogy ennek lesz egy igen fontos, igen nagy jelentőség ennek a sikertelen támadásnak. Azért a támadás mégiscsak megkavarja a viszonyokat a geopolitikai szinten. És azért mégiscsak egy amerikai elnök választás előtt vagyunk. Befolyásolja az amerikaiakat ebben a helyzetben? Biden befolyásolja ebben a helyzetben, hogy lép, nem lép, cselekszik, nem cselekszik, válaszol, nem válaszol? Úgy gondolom, hogy itt egy egész sor egymásnak ellentmondó vektor van. Tehát egy vektor, ami azt mondja, hogy nem akarunk belekeveredni még egy közel-keleti háborúba. Ugyanakkor van egy másik vektor, hogyha nem keveredsz bele a közel-keleti háborúba, akkor mit mondanak a republikánusok, hogy gyenge vagy, hogy Irán azt tesz veled, amit akar, hogy lám csak az elrettentésed nem ér semmit. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy az egyik nagy gyengesége a Biden adminisztrációnak, hogy nem választott egy nagyon markáns, nagyon határozott politikát, nem állt ki mellett, és akkor avval ment tovább, hanem próbált taktikázni. És megpróbált egy olyan egyensúlyi pontot találni, ahol ezeknek is adok egy kicsit, és azoknak is adok egy kicsit, és a végén senki nem volt ebben megelégedve. Tehát vannak ezek a dimenziók is. Arról nem is beszélve, hogyha most itt az Egyesült Államok nem tesz tehát nem folytatja azt a szerepvállalást, amit ebben a támadás elhárításában vállalt, akkor mi lesz ebben a közel-keleti koalícióval, amit ki akar építeni, mi lesz az ábrahámi egyezményekkel. Tehát itt Izrael erőt mutatott, és mikor Izrael erőt mutat, akkor ez megemeli az ázsióját a régióban, és akkor ez közelíti egy szaudi normalizációhoz, vagy egy másik arab, vagy további arab országok. Amikor Izrael gyengeséget mutat, akkor ez a normalizációnak az esélye eltávolodik. Most az Egyesült Államok nem áll bele ebbe a dologba, nem támogatja ezt a dolgot, akkor mi lesz Biden elnök Nobel-díjával? Ott van egy obligált Nobel-díj, már ki van rá nyomtatva a neve, amit a választások előtti harmadik napon megkap azon az alapon, hogy ő a nem Trump,
Igaz, van egy ilyen nem Trump Nobel-díj, Obama is megkapta ezt, igaz? Úgyhogy már ott van kinyomtatva, mi lesz ezzel a Nobel-díjjal? Tehát valamit azért kell érte csinálni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az amerikaiaknak most el kell dönteniük, hogy melyik ajtót nyitják ki, és hogy hogyan mennek tovább ebben a válsággal. Sokat beszélgetünk közösen a Harctér című műsorunkban az orosz-ukrán háborúról. Lesz hatása ennek a mostani támadásnak az orosz-ukrán konfliktusra? Igen, mindenképpen. Tehát a legminimálisabb szinten tisztában kell lenni avval, hogy ez a drón, ez a támadás, ez a stratégiai csapás, amit Irán intézett Izrael ellen, ez egy hírszerzési aranybánya. Tehát rengeteg eszköz, új taktikákat alkalmaztak, láttuk ezeket a rajokat, ezeket a drónrajokat, amiket bevetettek, igen sikertelenül láttuk balisztikus rakétákat, az egyik legújabb balisztikus rakétáját Iránnak a 2022-ben állították ezt a Haibar törő rakétát, 2022-ben állították szolgálatba. Ez egy olyan balisztikus rakéta, amelyik a terminális fázisban tud manőverezni, tehát be tudja csapni a védelmet, és láttuk, hogy nem tudta. Tehát ez egy hírszerzési aranybánya, és akkor bizonyos konstellációban ezeket a hírszerzési, meg technológiai tudást ezt Izrael megoszthatja Ukrajnával, hogyha ebből valami haszna lesz Izraelnek. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogyha eddig Irán nyakló nélkül szállított lőszert, meg hadianyagot Oroszországba, most talán kicsit eltűnődnek azon, hogy esetleg szükség lehet rá otthon is. Épp úgy, hogy Európa is lassan eltűnődik azon, hogy amit áttatunk Ukrajnának, akkor arra talán szükség lehet otthon is, ezzel most Irán is el fog tűnődni. Ami Oroszországot illeti, nagyon-nagyon érdekes dolog. Tehát látjuk azt, hogy Oroszországnak van egy nagyon masszív, nem is annyira masszív, de nagyon jelentős, nagyon oroszok számára nagyon fontos katonai jelenléte Szíriában. Van egy orosz légi bázis, radarokkal, mindennel, és látjuk azt, hogy nem figyelmeztetik az irániakat. Tehát ezekből az izraeli sikerekből, sorozatos egymást követő sikerekből arra következtetünk, hogy vagy az oroszok nem képesek, ami én nem hinném, hogy az oroszok ne lennének képesek, másik pedig az, hogy egyszerűen nem akarják az irániakat figyelmeztetni. Miért? Azért, mert Szíriában az iráni meg az orosz érdekek nem vágnak egybe. Mind a két ország magának akarja a szíriai befolyást. Oroszország nem érdeke az, hogy az iráni befolyás megerősödjön Szíriában. Miért? Mert azt akarják, hogy az ő befolyásuk erősödjön. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen szempontból is kifoghatni az orosz-ukrán háborúra. Amerika meg a nyugat figyelme még inkább el fog fordulni Ukrajnától a közel-kelet felé. Tehát minél jobban fokozódik, hogyha esetleg ez a háború tovább gyűrűzik, és kialakul egy ilyen elhúzódó konfliktus most, egy ilyen pingpong meccs Izrael és Irán között, akkor a nyugatnak még inkább a figyelme erre fog fordulni, és nem Ukrajna felé. És én azt hiszem, hogy Ukrajna nettóban, miután ezeket a dolgokat mind beleteszem a halászlébe, akkor azt kell mondani, hogy Ukrajna hatalmasat veszít ezen az eszkaláción itt a közel-keleten. Nekem ez a megérzésem. Nézem közben a híreket, és azt látom, hogy az iráni forradalmi gárda azért valószínűleg sikerként, jól látom, sikerként kommunikálja itt a támadást, és a becsület hadművelet, azt hiszem így nevezték talán ezt a támadást, és azt a kommunikációt viszik, hogy a következő pofon az még nagyobb lesz. Akkor ebből arra lehet következtetni, hogy újabb támadások jöhetnek akár ma, akár a következő napokban? Nem lehet kizárni a dolgot, szerintem a meghatározó dolog, amit hallottunk az iráni vezetőtől, hogyha Izrael nem vág vissza, akkor a részükről ennyi. Le van zárva a dolog. És az köztudomás, hogy így próbálják, ez az iráni kommunikáció, tehát megpróbálják sikerként eladni ezt a dolgot. Előbb-utóbb, amit látni fogjuk látni az arab világban a karikatúrákat megjelenni. Tehát ilyen szempontból nincs szabadság, de azért nagy a pofájuk, mondjuk, hogy a közel-keleten az újságíróknak, meg minden, ott, ahol megtehetik. És látjuk azt, hogy gúnytűztek Nasrallahból is, hogy csak ennyire segíti a Hamaszt, és ezzel meg fognak jelenni ezek a dolgok, és ezek ilyen fájdalmasak tudnak lenni, mondjuk úgy. És ahogy a katariaknak is megvan ez a propaganda fegyver, nem az Al Jazeera, megvan a szaudiaknak és az El Arabiya, és majd érdemes követni az El Arabiya-nak a karikatúra, tudom én, a karikatúra rovatát ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és az iráni ellenzéki média is szerintem igen, igen komolyan bele fogja súlykolni az iráni köztudatba, hogy mennyire gyenge ez a rendszer, és mennyire sikertelen volt ez a támadás. És teljesen elképzelhető, hogy lesz ennek folytatása is. Látjuk azt, hogy a siker hányadosa igen, igen alacsony ennek a dolognak. Tehát föltevődik a kérdés, hogy mi maradt Iránnak. Tehát látjuk azt, hogy Irán hozzávágta Izraelhez a szövetségeseit, ez az összes proxiát, Hizballától kezdve egész a Huszikig, hogyha így végigmegyünk a szélrózsán, akkor mindent.
mobilizálták a nyugati közvéleményt, a nyugati egyetemeken dolgozó katari pénz segítségével, az Al Jazeera segítségével. Ezzel se sikerült megállítani az Izrael Hamas elleni háborúját. Most ők maguk is beszálltak ebbe a háborúba. Ez se volt eddig túl sikeres. Most akkor mi maradt még? Tehát lehet, ugyanazt lehet fokozni. De minőségileg én nem látom, hogy mi maradt volna még az irániaknak. Azon kívül, hogy 300 helyet küldenek 3000 rakétát, és akkor tudom én, egy balisztikus rakéta helyett átmegy 10 a végén ezen a hálón. Tehát én azt hiszem, hogy Irán most egy igen komoly problémában van a támadás sikertelensége miatt. Nagyon könnyeden beszélsz erről a támadásról. Ez azt jelenti, hogy te nem számítasz arra, hogy itt egy regionális háború, térségi háború, akár egy világháború jöhet ebből? Nem, én nem beszélek könnyedén egyáltalán. Én pont azért beszélek ilyen tárgyilagosan erről, mert abszolút számoltam az első pillanattól, hogy ebből egy regionális háború lesz. És nagyon fontos szerintem, hogy ezt a regionális háborút megvívjuk, és így egy új egyensúlyi pontra hozzuk a Közel-Keleten. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az iráni atomprogramot felszámoljuk, és ehhez ez kell. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy vannak problémák, amiket nem lehet másképp megoldani. Tehát én kaptam ilyen kérdéseket magyarországi újságírótól, hogy ja, és akkor az ENSZ, és akkor a diplomácia, és akkor az hogy lesz ezekkel a dolgokkal, és mondtam, hogy milyen ENSZ, milyen diplomácia, háborúban állunk Iránnal. Mikor tudom én, mikor Churchill elmondta a híres beszédét, hogy hol fogunk harcolni, és mit ígért a brit nemzetek, akkor nem mondta, ja Istenkém, hol van az ENSZ, hol van a diplomácia, nem, azt mondta, hát harcolni fogunk. Vagy mikor az amerikaiak kijelentették, hogy most addig harcolnak, ameddig feltétel nélküli megadásra nem kényszerítik a hitleri Németországot, akkor nem mondták azt, hogy ja, Istenként, hol van a népszövetség, meg hol van a diplomácia, nincs semmi diplomácia, most harcolni kell. Tehát akkor itt nincs jelentősége, meg nem szempont Izraelnek a megítélése, akár nemzetközi sajtóban, akár pedig nemzetközi szervezetek, vagy akár különböző országok részéről. Kérdezem ezt abban a szempontból, hogy itt az Egyesült Államokban, ugye hírekből látom, hogy már tüntetés van, de érdekes módon, vagy hát kevésbé érdekes módon, nem Irán ellen, meg Iránnak a cselekedete, hanem Izrael ellen. Nem, hát ez természetes. Láttuk az október 7-i mészárlás után, még el se kezdődött az izraeli válasz, már voltak tüntetések Izrael ellen. Hát látjuk azt, hogy ilyenkor a katari pénz dolgozik, meg az egyéb arab befolyások dolgoznak, de ami igazából lényeges volt, azt láttuk, hogy Jordán pilóták lőttek le iráni drónokat, a Jordán légtér fölött harcoltak izraeli repülőgépek, láttuk francia repülőgépeket, brit repülőgépeket, amerikai repülőgépeket segíteni Izraelt, amerikai eszközöket, tehát ezek a dolgok önmagukért beszélnek, és én azt hiszem, hogy addig könnyű volt eladni ezt a csomagot, ameddig az izraeli Góliát harcolta a gázai Dávid ellen, mondjuk úgy. De Irán beállítani, mint egy áldozatot, miután megtámadott egy országot, akivel nem állt háborúba, 300 eszközzel, és egy olyan Iránról van szó, amelyik nagyságrendekkel nagyobb, mint Izrael. Tehát Izrael egy 10 milliós lakos, vagy Magyarország nagyságrendű ország, Irán pedig ilyen két Ukrajna, három Ukrajna nagyságrendű ország körülbelül. Tehát az erőviszonyok teljesen más, egy kicsit nehezebb lesz, de progresszív sajtóban mindent el lehet adni. Tehát én töretlenül hiszek a progresszív sajtó képességében arra, hogy ezt is úgy csomagolja be, mint az iráni áldozatot, meg ezeket a hülyeségeket, de én azt hiszem, hogy drámaian lecsökken a nyugati hülyéknek a köre, akik ezt beveszik elsőre. Tehát lesznek az igaz hívők, ezt be fogják venni helyből, neki se kell futniuk. De azt hiszem, hogy azok, akik a pálya közepén állnak, és semleges játékosok, azt hiszem, ezt már nehezebb lesz lenyomni a torkukon. Legkésőbb, vagy leghamarabb majd meglátjuk. Csütörtökön fogunk beszélgetni a Harctér című műsorban, aztán lehet, hogy ha történik valami, akkor még keresnénk, de az utolsó kérdésem az lenne, hogy te mire számítasz a következő napokra? Ugye említettél már egy szimbolikus csapást, ez gyors lehet, meg milyen más válaszok, vagy milyen más történésekre, fejleményekre számítasz? Én azért nem tudok erre választ adni, tehát én azt hiszem, hogy nekünk elemzőknek nagyon fontos, hogy kimondjuk egyszer egy héten azt, hogy na, ezt nem tudom. És azt is megmondom, hogy miért nem. De igen, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, és egy elemző, akitől még nem hallottuk azt, hogy nem tudom, talán nem érdemes annyira komolyan venni. Tehát először is nem tudjuk, és miért nem tudjuk? Azért nem tudom, mert itt van egy három főből álló belső kabinet, akik a döntést hozzák. És most a kérdés az, hogy mit jelölnek meg célul. Azt jelölik meg célul, hogy ezt a Hamas dolgot, ezt a gázai dolgot lezárjuk minél hamarabb. Azt jelölik meg célul, hogy kihasználjuk ezt az iráni fiaskót arra, hogy Libanonnal szembe, tehát ezt nyomást gyakoroljunk ebben a Hizballára, azt mondja nekik, látjátok, hogy a patronusotok nem tudott semmit elérni, akkor talán nektek is jobb lenne velünk megegyezni, mielőtt
mielőtt begorombolunk, vagy pedig a Moby Dickre mennek a legnagyobb bálnára, és az Irán meg az atomprogramja, meg esetleg az iráni rendszer megdöntése, ezek az ajatolla rendszernek a megdöntése. Tehát én azt hiszem, hogy ha tudnánk, hogy mi a cél, akkor meg lehetne jóslatokba lehetne bocsátkozni. Mivel nem tudjuk, hogy mi a cél, vagy mik a prioritások, igazából nem tudunk, nem, nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi fog bekövetkezni. Robert Szikászák, köszönöm szépen, akkor úgyis beszélgetünk még, és hát akkor látni fogjuk majd, hogy mi történik. Köszönjük, hogy ilyen gyorsan rendelkezésünkre álltál. Nagyon szépen köszönöm, és a viszontlátásra és további áldott hétvégét kívánok. Köszönöm szépen a mondást.